A bajba jutott katásoknak segítenének, ingyenes adótanácsadást szervez a Jobbik. Gyorshajtókat büntettek, nagyszabású sebességellenőrzést tartott a rendőrség. Csak is az élvonalba jutás lehet a cél, hétvégén rajtol az MB2. Jó estét kívánok, kezdődik a Híradó 2022. július 29-én pénteken 18 órakor. Jönnek a részletek. Ingyenes adótanácsadást szervez a Kata károsultjainak a Jobbik. Az országjáró turné keretében jövő héten Miskolcra is ellátogatnak, erről tartott sajtótájékoztató Gyöngyösi Márton a párt elnöke. Az Európai Parlament képviselője szerint a kisadózó vállalkozások tételes adójának változtatásával a kormány tönkretette a magyar kis- és középvállalkozókat. Ezért a Jobbik augusztus első 10 napjában valamennyi megyeszékhelyen ingyenes tanácsadást, konzultációt hirdet az érintetteknek. Sajtótájékoztató a Szent István téren. A Jobbik elnöke Gyöngyösi Márton látogatott Miskolcra. Szarka Dénessel, a párt miskolci elnökével jelentette be, hogy a nemrég módosított katatörvény miatt nehéz helyzetbe kerülő vállalkozókat nem hagyják magukra. Igyekszünk felkészülni más módon is, és segíteni felkészülni más módon is a kisvállalkozóknak arra, hogy alkalmazkodni tudjanak lehetőségek szerint legalábbis ehhez a törvényhez, mindaddig, amíg ez hatályban lesz, és amíg azt el nem tudjuk érni, hogy ez valamilyen módon megváltoztassák, hiszen azt látjuk, hogy mindenki más gyakorlatilag a külföldi multitól kezdve a NER tőkés osztályig mindenki más előnyt élvez a magyar kisvállalkozókkal szemben. A Jobbik ezért ingyenes adótanácsadást nyújt a károsultaknak. Országjáró turnéra indulnak augusztus első 10 napjában. Az ország valamennyi megyeszékhelyére ellátogatnak, köztük Miskolcra is. Gyöngyösi Márton a Jobbik elnöke szerint a kormány tönkretette a kis- és középvállalkozásokat a Kata új szabályainak életbe léptetésével, ezért segítenek a bajba jutott vállalkozókon. A kormányzat egy nap alatt átverte ezt a Kata törvényt, több százezer magyar családot juttatott a tönk szélére. Ellenzéki pártokkal nem voltak hajlandóak konzultálni, Novák Katalin nem volt hajlandó az ellenzéki pártokat, a gazdasági szereplőket, munkáltatókat, munkavállalókat összehívni, és konzultálni velük, hogy mik a problémáik, és hogyan lehetne hosszú távon az ő problémáikra megoldást kínálni. Éppen ezért a Jobbik ellenzéki pártként úgy gondolta, hogy a kormányzat helyett is elvégzi a munkát. A tanácsadás Miskolcon augusztus 9-én lesz, amit Potocskáni Kőrösi Anita országgyűlési képviselő tart. Délután 5 órától egészen 7-ig várják majd a kisvállalkozókat. A csütörtöki sajtótájékoztató után a Jobbik elnöke stúdiónk vendége volt. Gyöngyösi Márton bő egy hónapja vette át a párt vezetését, a többi közt erről is szó volt. A vele készült teljes beszélgetést a ma esti kilátóban láthatják. Nagyszabású sebességellenőrzés Miskolcon. A városi rendőrkapitányság 7 másik kapitánysággal összefogva ellenőrizte a gyorshajtókat városszerte. Kora reggeltől összesen 28 helyszínen hajtottak végre sebességméréseket. Az ellenőrzések során az egyik legkirívóbb eset egy motoros gyorshajtása volt, aki 90 helyett több mint 170-nel hajtott jogosítvány nélkül. Gyorshajtót emel ki a forgalomból a rendőr. A Pesti úton délelőtt egymás után állították meg az autósokat, akik átlépték a megengedett sebességet. A miskolci rendőrkapitányság pénteken nagyszabású sebességellenőrzést tartott a városban. Egy minimális 10.000 forintos helyszínvétel. A fehér autó sofőrje 60-as sebességkorlátozásnál hajtott 78-al. A rendőrök a minimális bírságot, egy 10.000 forintos büntetést szabtak ki a sofőrre. Volt, aki 90-nál ment már. Autóból méri a rendőr a járművek sebességét. Néhány száz méterrel lejjebb trafipaxal ellenőrizték az autósokat. Ha valaki túllépte a sebességhatárt, azt a következő ellenőrző ponton emelték ki a forgalomból. A rendőrség pénteken 7 rendőrkapitányság összefogásával összesen 28 ponton nézte a szabálytalankodó autósokat. Ilyen nagy ellenőrzésre évek óta nem került sor. Jelen esetben 7 kapitányság eszközei és kollégái dolgoznak nekünk, segítenek nekünk ennek az ellenőrzésnek a végrehajtásában.
28 helyszínen hajtunk végre a mai napon sebességellenőrzést, nem egyszerre. Egyszerre olyan 7-8 helyen jelennek meg a sebességellenőrző készülékek, illetve a leállítást végző kollégák, mert törekszünk arra, hogy aki hibázik, az már a helyszínen szembesüljön a hibájával és annak következményeivel. Miskolc másik forgalmas pontja a Szentpéteri kapu. Itt is kocsiból ellenőrizték az autósok sebességét. A rendőrség a város olyan pontjain mért, ahol nagy a forgalom és jellemzően sok szerencsétlenség történik. A rendőrség szerint azért fontos az ellenőrzés, mert a balesetek legtöbbször gyorshajtás miatt következnek be. Hogyha megnézzük a balesetek okait, akkor a sebesség helytelen megválasztása első helyen szerepel. Ez nem mindig azt jelenti ez, hogy száguldozik mindenki, de semmiféleképpen nem, vagy nagyon sokan nem figyelnek arra, hogy a sebességhatárokat betartsák, és jelentősen túllépik a sebességet. Úgy gondoljuk, hogy ezzel az összevont ellenőrzéssel rá tudunk erősíteni arra, hogy aki közlekedik, az betartsa ezeket a szabályokat, elsősorban a sebességhatárokat. A mai ellenőrzések során az egyik legkirívóbb egy motoros szabálytalankodása volt. 90-es korlátozás mellett 172 km/órás sebességgel hajtott. A férfi a rendőri jelzésre sem állt meg, egy hosszabb követés során sikerült intézkedés alá vonni. Kiderült, jogosítványa sem volt. Nem mindennapi jelenetre lettek figyelmesek az önkormányzati rendészet munkatársai. A térfelügyeleti központban az egyik kamera képén észlelték, ahogy két nő egy bevásárló kocsiban igyekszik elszállítani egy használt hűtőt. Mint később kiderült, a kocsit az egyik belvárosi bevásárló központból tulajdonították el, a hűtőt pedig Jukóvölgybe szerették volna elvinni. A belvárosi akcióra több járókelő is felfigyelt, főleg azért, mert a bevásárló kocsit még a villamosra is feltolták. A rendészek néhány megállóval később leszállították őket, és visszavitették az ellopott kocsit. Emellett helyszíni 50-50 ezer forint bírságot is kiszabtak. Én azt gondolom, hogy a Miskolci Önkormányzati Rendészet munkatársai, és itt most nyilván elsősorban a térfelügyeleti szolgálatot említeném, valóban nyitott szemmel nézik a kamerákat, hiszen ez egy olyan esemény, egy olyan eset volt, ami nem hétköznapi, nem általános, mégis minden olyan eseményre megpróbálunk odafigyelni, amely a megszokottól, az általánostól, a hétköznapitól eltér, abban valamilyen különlegesség van, és természetesen nyilván az is kiderül, hogy egy-egy ilyen cselekmény adott helyzetben egy jogsértéshez köthető. Színvonalas kulturális rendezvények a mély szegény településeken és városrészeken. A Teátron Fesztivál idén is a roma kultúrát népszerűsíteni a szélesebb közönség számára. A rendezvény néhány programját azonban kénytelenek voltak felfüggeszteni a szervezők, a szükséges támogatások egy része ugyanis még hiányzik. 6 éves korom óta más sem hallok. Csak hogy te jó cigány lehetsz, mint a nővéred. Bizonyítanod kell az iskolában, hogy nem vagy kevesebb a többieknél. Tavaly előtti felvételek a Teátron Fesztivál első napjáról. A Független Színház bemutatója a roma fiatalok valós történeteiből szemezgetett. Ez a megtörtént eset egy roma lányról szólt, aki előtt két minta áll, és azon gondolkodik, hogy milyen életutat válasszon. Az előadások mellett jellemzően zenei produkciók, konferenciák és számos kísérőprogram valósul meg minden évben a roma kultúrát népszerűsítő fesztivál napjain. Ezek a felvételek már a tavalyi rendezvényen készültek. A Teátrom záró napján a színvateraszon roma showgálát tartottak, de a Miskolci Galéria udvarán is zenés műsorral várták az érdeklődőket. A fesztivál célja minden évben az, hogy színvonalas, kulturális programok valósuljanak meg a mély szegény településeken és városrészeken, illetve hogy a helyi értékek láthatóbbá váljanak a szélesebb közönség számára is. Idén is egy olyan fesztivált álmodtak meg a szervezők, ami képes a társadalom egészéhez eljutni. Július 29-e és augusztus 6-a között 4 miskolci szegregátumba és 4 borsodabaúj Zemplén megyei településre visz kulturális és művészeti programokat a fesztivál. Egyrészt bemutatjuk Szegedi Dezső nagyon régóta dédelgetett színművét, amelyet Gorki makarcsudrája alapján írt Dezső, és engem kért föl ezelőtt 5 évvel, hogy rendezzem meg. Ez is pontosan ugyanolyan finanszírozás és támogatási vákumban van ez a szöveg, mint pedig
Dezső, hogy úgy mondjam, egy igazán megbecsült és tisztelt tagja a miskolci városnak is, és a tulajdonképpen az országos közéletnek és a roma közéletnek is. Mégis nagyon nehezen talált olyan társakra ennek a műnek a bemutatásához, ami méltó tulajdonképpen az ő rangjához és az ő művészi elkötelezettségéhez. És mi ezt a saját színjátszóinkkal, illetőleg országos válogatással, roma színészekkel bemutatjuk. De ezen kívül lesz utcaszínház, bábszínház, koncertek és készség, illetve képességfejlesztő zenei, cirkuszi és színházi műhelyek is. Azonban a fesztivál néhány programját kénytelenek voltak felfüggeszteni a szervezők, a támogatások terén ugyanis jelentős akadályokba ütközik a rendezvény. Sajnos a támogatók, a finanszírozók azért megkoptak, talán köszönhető ez egy kicsit a 2022-ben, hogy választások voltak, és pontosan a kulturális terület is átrendeződés alatt van, emiatt talán nem kap elég figyelmet, országos vagy kormányzati figyelmet ez a program, amit Balázs csinál. De én hiszek egyrészt Balázsnak a megszállottságában, másrészt pedig abban, hogy nem csak az ország, hanem a városunk is sokkal nagyobb erőforrásokkal fogja tudni támogatni a későbbiekben ezt a nagyszerű kezdeményezést. A Teátron Fesztiválról készült teljes beszélgetést a Híradó után 19 óra 25 perctől a Kilátóban nézhetik végig. A Híradó végén, de még a sporthírek előtt két programajánló. Strandok éjszakája lesz Miskolcon is, az országos programhoz a Miskolc-Tapolcai Ellipszú élményfürdő csatlakozik, július 30-án hosszabbított nyitvatartással és fergeteges zenei programmal készülnek a szervezők. Jegyet váltani kizárólag a helyszínen este 8 órától lehet, a medencékben pedig éjjel 11:30-ig lehet majd fürdőzni. Ebben az esztendőben 13. alkalommal kerül megrendezésre a Fürdők éjszakája rendezvény. Ebben az évben közel 40 fürdő csatlakozott ehhez a rendezvényhez. A Magyar Fürdőszövetség szervezi, és természetesen a miskolci fürdők is csatlakozni kíván. Mi ebben az esztendőben a tavalyi évhez hasonlóan az Ellipszum élményfürdővel csatlakozunk. Fergeteges hangulat lesz, DJ, a Nosperdon gondoskodik a megfelelő hangulatról, lesznek finom ételek, italok, egész éjszaka várjuk az ide látogatni kívánókat. Ugyancsak szombati program, folytatódnak a városrészeket bemutató séták. A legutóbbi alkalommal Diósgyőr nevezetességével ismerkedhettek meg az érdeklődők, most szombaton pedig Görömbő lesz a helyszín. A Turinform iroda csaknem 2 órás túrája a görömbölyi művelődési háztól indul majd délelőtt 10 órakor. A turisztikai értékeket és történelmi érdekességeket bemutató túra a püspökségtől a Borospincéig címet viseli. Ez is mutatja, hogy a séta során számos egyházi érték, valamint a több száz pincét magába foglaló pincesor története és érdekességei is terítékre kerülnek. A séta pedig a városrész egyik legkülönlegesebb föld alatti látnivalójánál, a Grál pincénél zárul, ahol lehetőség van fakultatív módon részt venni egy borkóstolós pincetúrán. Az első osztályon kívül a hétvégén útjára indul a labda az NB2-es labdarúgó bajnokságban is. A DVTK idegenben kezdi a szezont. Vasárnap a Siófok ellen lépnek pályára a pirosfehérek, mivel a vezetőedzőnek haza kellett utaznia, ezért távollétében a felkészülésről és a célokról Hegedűs János csapatkapitány és Bajusz Endre a DVTK szakmai vezetője tartott sajtótájékoztatót. A cél az első hely megszerzése, az elvárás pedig a feljutás az NB1-be, hangsúlyozta a sajtótájékoztatón Hegedűs János a DVTK csapatkapitánya. A Diósgyőr NB2-es labdarúgó csapatának játékosa elmondta, hogy köszönhetően az otthon végzett egyéni programoknak is valamennyien jó fizikai állapotban vannak, és így megfelelő állapotban kezdhették a felkészülést. A jó idénykezdés rendkívül fontos lenne, ezért a cél Siófokon nem is lehet más, mint a 3 pont megszerzése. Viszonylag jó állapotban érkeztünk már a felkészülés kezdetére, ahol szintén elég kemény felkészülésen vagyunk túl. Én úgy érzem, hogy ez eredményekben is meglátszott. Szokták mondani, hogy nem számít az edzőmeccseken elért eredmény, de én úgy gondolom, hogy ez fog erőt adni a csapatnak, és a szurkolóknak is egy kicsit bizakodó
az, hogy 5 meccsből 4-et megnyertünk. A csapat az előző szezonhoz képest a játékosokat illetően alapos változáson ment keresztül, mondta Bajusz Endre. Az előző szezonból itt maradt játékosoktól elköszöntek, a keretet pedig teljesen átalakították, tette hozzá a DVTK labdarúgó csapatának szakmai vezetője. A DVTK-nak az NB1-ben a helye, a keretet pedig most már olyan játékosok alkotják, akik ezt képesek megvalósítani, hangsúlyozta Bajusz Endre. 10 olyan játékos sikerült leigazolnunk, aki egybevág a koncepciónkkal. Tehát a védelemben olyan hiányposztra igazoltunk, ami a tavalyi évben nem volt megfelelő. A középpálya teljesen átalakult, és a csatásokban pedig olyan játékosokat hoztunk, hogy nagyobb legyen a variációs lehetősége a vezetőedzőnek. Azt gondolom, hogy gyors, sokat futó csapatunk lesz ebben az idényben, ezt bizonyították a felkészülési mérkőzéseken is. A Siófok DVTK NB2-es labdarúgó mérkőzés július 31-én vasárnap 19 órakor kezdődik Siófokon. Szombaton hideg front érkezik, vasárnap pedig már csak 23 fokra számíthatunk. Részletek a híradó után kezdődő időjárás jelentésben. Mai riportjainkat a minap.hu-n visszanézhetik. Tartsanak továbbra is velünk, 7:30 előtt 5 perccel új adással jelentkezik a kilátó. További szép estét, jó hétvégét kívánok! Viszontlátásra!